mióta foglalkoznak a piacozással? Nagyon sok éve, legalább 30. Zömmel ilyen vásárok Budapesten voltak régebben a nagy piacok, a Petőfi csarnok, a Verseny utca, Ecseri ugye, nagyon nagy érdeklődés van, igen. Budaörsön minden vasárnap óriási bolha piac van, háromszor akkorát meg tudnának tölteni. Itt Érden ez még nagyon kezdetleges, ősszel volt kettő, talán akkor is az egyiket elmosta az eső. Milyen az önök forgalma, mit tapasztaltak? Sokan jöttek és sokat árultunk. Ehhez őszintén hozzá kell tennem, hogy jó árunk is van, tehát kimondott bolha piacos áru. Mi a legizgalmasabb, legértékesebb dolog, amit ma kínáltak? Sok mindent eladtunk. Habüstöm volt, cukrászati habüstöm, rozsdamentes, jó áron elkelt, a cepter dolgok. Most a, így mondom, talán a legdrágább az a sárga réz csillár, közel 100 éves. Van rá érdeklődés, tehát volt, aki telefonszámot is kért, adtunk el jó dolgokat, és vannak is még jó dolgok. Szendrei András vagyok, Diósdról. Olvastam az Érdmoston ezt a gyönyörű lehetőséget, hogy jövünk itt bolhapiacozni. Ez az első alkalom, hogy árulócsk a piacot? Ez az első. Tehát ez a premier volt, lelkes gyűjtő vagyok. A feleségem mindig kiküld, hogy most már valamitől szabaduljak is meg. Itt volt a ritka alkalom. Milyen a forgalom most? Elég szeles az idő, nem tudom mennyire. Nem panaszkodtunk. Olyan sokan voltak tényleg. De úgy tűnt, hogy állandóan két oldalt. Jöttek két oldalról. Gyerekjáték, egy kis antik. Szerintem jó volt. Sok érték. Ilyes dolog volt, különben egy 1910-20 évekbeli egy ilyen hadi felszerelés, még az osztrák-magyar monarchiából, különben ez nagyon szép. Meg tudjuk nézni? Nagyon, nagyon nehezen váltottam volna, meg hál' Istennek nem ment el. Ez mi a funkciója? Sorszám, ez egy hadi műszer volt 10-20-as években. Ez egy nagyon szép kézzel festett rokka volt, de sajnos már csak dísznek jó. Ez egy egyszerű kis orosz varrógép. Egy orosz varrógép, aha. Ez egy nagyon szép díszelem, egy régi forraloltó, egy Art Deco mennyezeti csillár, 37-es tolnai újság egész év végig fűzve. Ezek is mindig úgy kerülnek hozzá ismerősökből. Itt van Erzsébet királynének a édesanyja, 37-ből, meg 6. György. Gyönyörű szép rózsafa kormány, ez egy bogár hátulról került le. Gyönyörű szép darab, az ilyen 50 000 forint.